Tolnaváros képviselő testülete még augusztusban fogadta el az Út a jövőbe című felújítási programot, melynek keretében megterveztették a legforgalmasabb és nagyon rossz állapotban lévő utcák rekonstrukciós projektjét. Utóbbit a település vezetésben nyújtotta a kormánynak, és decemberben sikeresen elnyertek 184 millió forintot utak és járdák korszerűsítésére. Történetesen Tolnán az egészségháztól járdát építünk egészen a kápolnáig, itt térköves járdáról van szó, illetve Mözsön a Szent István utcába, egészen a Malomtól a Versegi sarokig, tehát egy elég hosszú szakaszon, nagyon rossz állapotban lévő járda van mindkét területen. Továbbá a tervek szerint megújul a Pajta tér, a Bartók Béla utca egy szakasza, illetve az Ötvös utca is. A polgármester szerint az előző évekhez képest ez lényeges haladást jelent. Hozzáteszem azt is, hogy ebben az évben valósult meg két körben a belügyminisztériumi pályázatból utak rekonstrukciója, tehát a tavalyi forrást is, és az idei forrást is ebben az évben használtuk fel. A Pelszófer Ágnes elmondta, hogy a 2022-es év első fele az útfejlesztésről fog szólni Tolnavárosban.